Sziasztok srácok, itt Clash of Jomats, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És mielőtt rátérnék igazából így nagyon a videó témájára, lenne egy nem közérdekű információ, de valami, amit el szeretnék nektek mondani, mielőtt belemegyünk nagyon a videóba. Szóval, a mai napon, november 28-án egy srác, aki nagyon nagy Clash játékos, és egyben nagy rajongóm, és rendszeresen nézi a videóimat, első osztályos, és Lackónak hívják, és azt kell róla tudni, hogy ma lesz 9 éves. Úgyhogy Lackó, most hozzád szólnék, nagyon-nagyon boldog szünapot szeretnénk neked kívánni, ez a nap szóljon rólad, és remélem, hogy kicsit örömet tudtam ezzel okozni, hogy megemlítettelek egy videómba, mert az apukád azt mondta, hogy nagyon szereted a csatornámat, és nagyon szeretnéd, illetve örülnél neki annak, ha megemlítenélek egy videóba. Úgyhogy remélem, hogy boldoggá tudtalak tenni, még egyszer boldog szűnapot, Lackó, és köszönöm meg az apukádnak, egy nagyon rendes, hogy ért nekem, és igazából ez nem szoktam ilyet csinálni, tehát nem szoktam olyat, hogy valaki kér, hogy jaj, Zsomac, mondd be a nevemet, de ez, én ezt úgy gondoltam, hogy ez teljesen más, mert itt valaki tényleg szépen megkért, nemes cél érdekében, és én úgy gondoltam, hogy jó feje vagyok, és miért ne csinálnám meg, úgyhogy boldog szűnapot, Lackó, még egyszer, most már nagy fiú lettél, és hát akkor nézzük tovább a videót. Azt nem tudom, hogy a Clash of Clans, vagy a Clash Royale-t szereted igazából jobban, valószínűleg lehet, hogy mind a kettővel játszol, nem teszed rosszul. Ha a Clash of Clans, akkor nézd tovább ezt a videót, mert vagy ha Clash Royale-t, akkor meg majd holnap, vagy tegnapi, vagy tudom, és én nem tudom. Szóval akkor nézd Clash Royale videót is. És hát akkor mi is lenne a videó témája, amiről szólna maga a videó? Igazából ez egy kérdés. Ugyanis a kérdés az, hogy most akkor újra játszok, vagy most tényleg támadgatok ezzel a nagy karakteremmel, és hát nem mondom, hogy igen, újra játszom, de az se, hogy nem. Szóval egy egyszer-kétszer előfordul, hogy támadok, tényleg itt láthatjátok, ezek mind lootra menő támadások, tehát mindig a lootra volt szükségem, és arra mentem, és mindjárt meg is, el is mondom, hogy miért ilyen sereggel, és miért bowlerekkel. Igazából ami nagyon fontos, hogy azért bowlerekkel farmolok, hogy ami Dark Elixirbe kerül, mert láthatjátok, hogy 177.000 Dark Elixirem van. És azt is láthatjátok, hogy a laborban semmi más nem tudok már fejleszteni Dark Elixirből, valamint a hőseim is maxosak, úgyhogy egyszerűen nem tudom mire költeni a Dark Elixirt. Ezzel csinálhatnám nekem, hogy valamit én nagyon örülnék neki, hogyha lenne valami újra, amit a Dark Elixirből lehetne fejleszteni, de hát nincs. Na de, akkor nézzük is meg a támadásokat, és a támadások megnézése után egyet én is fogok támadni. De ugye azt, hogy támadni fog, azt már csak a videó végén fogjátok látni. Szóval az első támadásban igazából nagyjából demonstrálom, hogy hogyan néznek ki ezek a támadások. Szóval, láthatjátok a seregemet, először nézzük csak meg. Két Baby Dragon, 24 bowler, a bowlerekhez 4 darab healer, 2 wizard csak úgy tisztítani a végére, vagy beszedni épületeket a végén, 4 wallbreaker ugye az első rétegnyi falhoz, és 4 darab archer, valamint 2 gem spell, ami nagyjából bőven elég mindenre, még akkor is, hogyha nem sikerül a wallbreakerekkel a falat berobbantanom az elején. 2 raid spell, azt általában egyet mindig elhasználok, de van, hogy 2-t is, poison spell az egyértelmű, és egy heal spell esetlegesen, hogyha a healerek buták lennének. És maga a stratégia az, hogy a két Baby Dragonnal két oldalt tisztítok, ilyen 2-3 épületet mindig sikerül leszedni, aztán a CC-ből vagy a Golemet, vagy a Gianteket lerakom, ők igazából fenntartják a tankot, tankként a dolgokat, tehát mindenki rájuk fókuszál, addig pedig betörünk a bázisba, és a bowlerek pedig bemennek. És itt láthatjátok, leraktam az első jump spellt, tökéletesen bementek középre most, picit paráztam, hogy nem fognak, de végül bement nem mindenki, de azért nagyjából mindenki. Majd mondjuk, hogy a fele csapat. Bementek középre, elnyomtam még egy raid spellt, biztos, hogy biztos ott a Warden, szóval nyomtam egy Warden képességet is. Mondjuk az picit segített, hogy itt például pont nem volt infernója az ellenségnek, de szerintem így is, meg úgy is be tudtam volna szedni az összes lootot, ami igazából a számomra a lényeg volt. Ugyanis Queen-em teljesen képességgel, full élettel túlélte ugyanígy a Warden. Igazából úgy, hogy ez egy teljesen sikeres támadás volt, én büszke vagyok erre az atakra. Igazából itt csak a goldra mentem, mert csak az volt, úgyhogy ennyit erről az atakról.
Nézzük a következő attakot, ez már egy 100%-os támadás, egy elhagyatott bázis ellen, tehát itt nem volt tényleg olyan nehéz dolgom. Igazából itt is golem volt nálam, majd lesz pár atak, ahol giantek lesznek, valamint lesz pár atak, ahol nem is viszek CC-t, mert elfelejtettem kérni, hogy valamilyen butaság. Vagy azt hittem, hogy kaptam, de még nem kaptam. Úgyhogy láthatjátok, hogy egy gem spell, és már is benn voltam a bázis közepén. Ja igen, és itt mosomtam el a Warden képességet, amikor köbös semmi nem lőtte a katonákat, mindegy. Tehát, hogy ez simán megvolt, itt most 200 000 gold. 2000 gold és 2000 elixir, egy picit több mind a kettőből, tehát 200 000 loot mindenből. Nem rossz, nem sok, de itt sokáig kerestem már is, elegem volt, és mondtam, hogy na jó, oké, ez most jó lesz. És igazából egy jump spellt használtam el. Úgyhogy sima liba. Jól van, következő attak szintén 100%-os támadás, szintén Town Hall 10 ellen, itt már több lootja van, és itt ez már nem elhagyott bázis, itt picit nehezebb dolgom volt, de au, szegény Baby Dragon. Szóval itt láthatjátok, hogy Baby Dragonokkal feneleltem, aztán bóveleket körbe raktam, aztán hősök, vizárdok, és igazából ennyi. És wallbreakerek, ha sikerül berobbantani az első falat, akkor ugye beljebb megyek a wallbreakerek. Wallbreakerek? Akkor ugye beljebb rakom a jump spellt, ha meg nem sikerül, akkor egyből az elejéhez rakom a jump spellt. Reed spell, tökéletes, és nem sokára Warden képesség, boom, és itt túlélik az Inferno-nak a sebzését, és egyiket leszették, sőt, már leszették a másikat is. És tényleg azért ők a bowlerek, mint ott láthattátok is, rádobták a golyójukat, vagy ez a labdájukat az elixir storage-ra, és a mögötte lévő canont is leszették, tehát tényleg irtózatosan nagy pusztítást tudnak végezni. Itt a hőseim kimentek, és nagyon-nagyon-nagyon sok bowler életben maradt. Azért azt tegyük hozzá, hogy ezek maxos katonák, maxos hősök, maxos spellek, és egy Rushol TA10-ről volt szó, szóval ez nem volt kérdés, hogy sikerült. Valamiért két heal spellem voltam, hogy észre se vettem. Szóval ez elég egyértelmű volt, hogy mennyi lesz ez a támadás, úgyhogy easy-be meg volt a 3 csillag. Jó van, következő atak is szintén 100%, tehát ezzel az atakkal, vagy ezzel a stratégiával szépen lehet 3 csillagozni. Nos, viszont ez a bázis falakat leszámítva, és az új dolgokat leszámítva teljesen maxos, Town Hall 11, az egy dolog, hogy 2 X-bow-ot fejleszt, 3-at, bocsánat, ami azért elég nagy támadó erő, és ezzel a stratégiával le tudtam 3 csillagozni, hogy én sem hittem el, hogy sikerült, igazából csak a lootra mentem, és azt gondoltam, hogy épp hogy csak meg lesz, De elég sok meg lett. Elmentem a Warden képességét, hogy az Inferno ne üljen meg őket annyira, és láthatjátok, hogy nagyon-nagyon sok életben van, úgyhogy gondoltam, nyomjunk le még egy spellt, hát baj abból nem lesz. Úgyhogy azt a jump spellt azt nem raktam le, hogy ez egy eléggé nyitott bázis, éppen ezért is sikerült ilyen nagy rombolást elérnem. És itt igazából úristen a Wizardom félig levitt az életét az enemy queennek, és itt láttam, hogy hoppá, ez lehet, hogy 3 csillag lesz. Illetve 3 X-bow volt, és 2 Archer Tower-t fejleszt, ami sok. Valójában, hogyha nem fejlesztette volna, akkor valószínűleg nem sikerült volna. Illetve, hogyha azt a jump spellt helyett még egy reed spellt vittem volna, és a heal spellt elhasználtam volna, akkor mindenféleképpen meg lett volna a 3, de hát így is meg lett, úgy is meg lett, tök mindegy. Easy-be meg volt, ugye itt a healerek betargetelték a queenemet, és így tökéletesen felhillették maxra az életét, és 3 csillag. Tehát itt nem számítottam arra, hogy 3 csillag lesz, de hát, hogy 3 csillag lett, és nézzétek meg azt a lootot! Nézzétek, csak 498 000, 500 000 elixir, 4100 gold, 20 kupa, és mondjuk az a kupa nem számít, plusz az attack bónusz, ami 200 000. Ugye ez csak napi egy van dolga, tök mindegy, de ez gyönyörű támadás volt tényleg, úgyhogy nézzük a következőt. Szintén TA11, és szintén 3 csillag volt? Már nem emlékszem, minden meglátjuk. Szóval a stratégiám mindig ugyanaz, tehát kicsit bowlerekkel tisztítottam, és a többit beraktam, hogy menjenek középre. Picit megijedtem attól sok balontont, hogy leraktam a két vizárdot és a poisont. Igen, kicsit későn mosaktam le, és közben már a bowlerek mennek befelé szépen. Első jump megvolt, második jump mindjárt érkezik, első reed spell.
katonák rage-elve vannak, elnyomtam az Wardenem képességét. Sajnos a Barkingomet betargetelte a single target Infernos, én későn vettem észre, és kicsit várnom kellett volna még a Warden képességgel. Na de! Láthatjátok, hogy már elég sokat romboltunk, ott megnyílt egy lyuk a bázisba, és igen, ez három csillag lett, most már emlékszem az hatakra is, meg azért láthatjátok ti is, hogy hát, hogy három csillag lesz, tehát nagyon sok bowler életben van, Queen is életben van, képessége is van a Queennek, úgyhogy tényleg sima lesz. Meg a healerek még ott healelik szépen a bowlereket, úgyhogy szép támadás volt. Valamint itt is van még pár bowler, ott is van egy healer, úgyhogy Warden is, hát mondjuk ez kicsit necces volt, hát mondjuk, nem tudom melyik volt tetszésebb ez vagy az előző, de minden esetre szép támadás, és még több loot. 563.775 és 562.996 és 2522 dark és 30 valány kupa, ami azért minket annyira nem érdekel őszintén szólva. No de! Nézzük a következő atakot, ami egy TH11 ellen volt. Ezt a támadást iszonyatosan elcsesztem, és nézzétek, mi volt a CC-mbe. Tehát Levound és Balloon, ez nagyon tré támadás volt, erre emlékszem. Mind, semmi sem jött össze, minden elment a rossz irányba, senki nem ment be középre. Nem volt tank konkrétan, Queen is elkezdte a falat lőni, tehát láthatjátok, hogy irtózatosan keveset sikerült rabolnom, de valahogy az egy csillag meg lett. Tehát ugye a Barkingen bemelt, elnyomtam a képességet, és boom, egy csillag, meg a Dark is, és valahogy elloptam 345 000-et. Ha normálisan csinálom, akkor még egy, vagy az összes tor is meg lett volna, de hát ezt így jól elcsesztem. Úgyhogy... hát ez most így annyi lett, 45%. Na és akkor az utolsó két támadást nézzük meg, ez 6 órája volt. Igen, itt már elegem volt, és itt sem volt CC-m, és itt a Barkinget próbáltam tankként használni. És hát tényleg elegem volt, és Wallbreaker-t nem akartam használni, mert úgyis el kellett már jumpset használnom. Úgyhogy, tehát hogy ott van egy, tehát hogy nem tudtam volna ideig berobbantani, és hát akkor fogtam és lehármaztam a srácot, mert nem volt sok lootja igazániból, de tényleg sokáig kerestem, és akkor az volt majd jó, elég. Most már nem akarok tovább keresni, úgyhogy megtámadtam ezt. Azt hiszem egy 20 másodpercig néztem a falut, és gondolkoztam, hogy biztos megtámadjam, biztos. Biztos, aztán megtámadtam. Mert tényleg nem vagyok valami nagyon-nagyon keresős kedvem. És nézzük meg, 5 óra és 24 perc támadást. Egy elhagyatott támhol 10-es bázis. Elég szépen maxos, nincs... ez csak most veszem észre, hogy nincsenek infernók. Ez egy 9.5, csak 3x-ból van, és tényleg nincsenek infernók sehol. Viszont érdekes, hogy 9.5, de a dolgokat felhúzta, tehát fejlesztések megvoltak, Archer Tower-ök közül egyet fejlesztett, mortárokat felhúzta, ott van egy Wizard Tower-t felhúzott, érdekfenzeket felhúzta, falakat felhúzta, tehát... érdekes koncepció, de igazából engem nem érdekelt, mert X-bowok azok lefoglaltak, nem foglaltak senkit, mert hát épült, illetve nem volt bennük töltény. És igen, ez volt a legszarabb Warden képesség, tehát akkor elnyomtam, amikor itt voltak középen, amikor a belsejét a bázisnak leszették, és pont valatt egy karika, ahol csak védekező, csak nem védekező dolgok vannak, tehát csak nyersanyagos épületek, és pont akkor nem tudom el, tehát hogy konkrétan ilyen semmit nem ért, mert semmi nem lőtte őket akkor, de én úgy éreztem, hogy hát nekem most el kell nyomnom, úgyhogy elnyomtam. Igen, picit ránaítok, hát nem olyan izgalmas, szépen még szaladnak a bázison. Úgyhogy ezek voltak a támadások, amit szerettem volna mutatni, viszont nem köszönök el, mert megígértem, hogy támadok egyet. Keresek bázist, végig fogunk veletek keresni, és akkor támadni fogunk. Úgyhogy megtámadjuk az első olyan embert, akinek gondolom, hogy megfelelő a bázisa. Viszont kicsit felmentem kupába, tehát már 2600 kupánál vagyok. Ez igazából egy picit a hátrány az ilyen kupázós sereggel való farmolásnak, hogy folyamatosan meg fogod nyerni a támadásokat, és ezért folyamatosan fel fogsz menni kukába. Hallottatok? Fel fogsz menni kukába. Szóval a kupába fel fogsz menni, hogyha ilyen stratégiát használsz, úgyhogy majd le kell droppolni. Ennek sok goldja volt, de nem volt elixír, én mondjuk megtámadhattam volna, mert rá soha TH11. De nem tudom minni, ahogy érzem, hát mondom, ezt nem támadjuk meg. Úristen, halott falu.
Igen, tehát ilyenek is vannak. Bezzeg, amikor barcsán megyek el farmolni, akkor sosincs ilyen. Na mindegy. Úgyhogy, hát akkor támadjuk meg ezt a bázis szépen. Jó, golem. Ilyen, és bólerek. Gyerünk, négy izé, hozé, hamozé, kúnyzé, és jumpspell ide. Tökéletes. Minden megvan, menjetek B középre. Csirályság, csirályság. Igazából csak a jumpspelleket fogom elhasználni valószínűleg. A két vizárdot meg majd tisztítani a szélére. Tehát ez easy win igazából, tehát most no comment. Hát ide fogom rakni így a jumpspelt. Barking, te mi a francot csinálsz? Ide lakom az egyik vizárdot. Barkingnek várok, hogy megölje magát. Nem öli meg magát. Király, hát Tesla farm, értem. Nem baj, mindjárt nyomok a Vordán képességét, majd ha odaérünk, és... Pum, param, param, Barking túlélte, épp ott csak. De mindjárt meg fog halni, mert minden a Barkinget lövi. Jaj, és meg is halt. Pum. De láthatjátok, hogy két jumpspell-lel simában megoldottam ezt a bázist. Mondjuk jumpspell nélkül is meg lett volna valószínűleg, mert láthatjátok, hogy nagyon sok bowler van életben, a golem is. De hát most jumpspell az nem kerül sokba egyáltalán, úgyhogy ez engem annyira nem zavar. Úgyhogy, tehát két jumpspell-le meg lett ez a halott bázis, nagyon nehéz volt tényleg. Nem is kellett sokat keresnem, úgyhogy ennek örülök. Tehát viszonylag hamar találtunk egy bázist, és 300 ezer és 250 ezert raboltunk, ami tökéletes. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy végignéztek ezt a videót, és közben Master 3-ba felmentünk, ami azért annyira nem izgat, mert tényleg nem kupázok. És quick trainelni szoktam, tehát itt beraktam a trainelbe ezt a sereget. Azt kell róla tudni, hogy... Aha, az Archer készül először. Aha, hogy ezeket átrakom a végére. Mert két vizárt... Aha, de az elejére rakja le. Nem tudom mozgatni most? Nem. Akkor elmentjük. És gyorsan indítom a trénelést, viszont az árcserek megmaradtak, és egy vizárdot használtunk csak el, úgyhogy ezt gyorsan ki kell vennem. Így. Tökéletes, készül a sereg. Szóval srácok, köszönöm szépen, hogy végignéztek ezt a videót, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!